Tessa, ezt a zsenit. Se felett feltenni. Háj, megmondtam már, jól előre, egy kaszinó lesz, se jenek a vége. Háj, szerintem hallgattál, a tehetás, feleségedre. Ha, 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 gyere, 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 Misi, kiszabadultál? Mi ez a nyúl? Nem Misi vagyok, Marci. Ja? Nem látod a különbséget? Bocs, nem. Marci, Misinek van itt egy ilyen kis válkiszívás a vállán, nekem nincs. De meg őnek nem is ilyen szemüvege van. Nem, ez én vagyok. Ez a Marci. Marci vagyok. Csak a nyúl. De jegyezzed már meg, hogy hogy nézzek ki, basszus, együtt dolgozunk már egy 4 hónap, jó, egy fél Marci, éve. Nézem a YouTube-on is, hogy... Megborított a mulatózzene. Nézd a maszkot, kicsit tudod van... előre, nem látják a nézők, nyuszi. Azért van rajta... Én tedd előre. Ja, az... Na, így jó? Én már látszik. Most már látják? Igen. Nem baj, majd sazolt a fát, ha egyszer kihozom én a pincében. Most büntetésben van, ki tudja, mi van vele. Úgyhogy hallod, most is kopogtat. Misi! Innen, ide hallatszódik. Nézd, milyen teljesen kétségbe lehet esve. És hát annyira hiányzott, hogy fölvettem ezt a... Szóval bejelenteni való, kezdjük akkor egy kis figyelemfelhívó szöveggel. Van egy Patreonunk, nem lesz ide kiírva, hanem leírásban már alapul ott van. Itt tudtok... Kicsit elhanyagoltuk, valljuk be. Igen, olyan, mint egy mondjuk egy fél éve húzódó kapcsolat, amit már annyira nem szívesen csináltok. Új támogatási célok vannak, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk $1 támogattok, az kurva jó, köszönjük szépen, ha $5, akkor viszont már Patronon belül, illetve hát azon belül mi próbálunk nektek kedveskedni különböző kis juttatásokkal. Úgyhogy ez a Patron lényege, hogyha tetszik a műsor, szeretnétek egy kicsit támogatni, akkor Patronon megtehetitek. És be is tartjuk a célokat, most igen, már figyeljük ezt. Tehát, hogyha vannak a Patronon belül célok, illetve a pénz, ami Patronon befolyik, azt a műsor fejlesztésére fordítjuk vissza. Srácok, videós gála van, most megosztunk veletek ilyen belső infókat, amiket mi is csak úgy tudunk, hogy velünk is megosztották, tehát mi csak visszakézből tudjuk, úgyhogy cenzúrász ki kell hibáztatni ezért, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat. Lemaradtunk mind a humor és az ismeretterjesztő kategóriáról is. Hajszálhia, nagyon szoros volt a verseny, de nem vagyunk a jelöltek között, de ezt ti még nem tudjátok, mi már tudjuk, mert a belső infókat megosztotta velünk. Hatodikak lettünk, és újabb 5 jelölt van. Viszont van még egy lehetőségünk, hogy élőben is ott vagyunk a videós gálán, amit mi nagyon szeretnénk. Jól éreznénk magunkat a videós gálán. Lenne ingyen kaja, pia, beszélgetnénk mindenkivel, mosolyognánk. Ha-ha-ha-ha, ingbe lennék egyértelműen. Van lehet el sem mennénk. Hát persze van. Mi lehet, hogy el sem mennénk. Másokat magunk helyett. A lényeg az, hogy itt van leírásban a link. Fan Mademaker, ezt a csatornát üssétek be, mi nem buzdítunk senkit arról, hogy szavazzon. Meg tudod, lehet véletlenül a kezét váltja a billentyűzetről, és pont az pont jön, azt mert... Na hát ez most pont sikerült, majdnem. Na nagyjából így, csak ugye próbáltak meg így ezt a kombinációt. Fan Made Makert a videós gálára. Hashtag. Hashtag Fan Made Makert a videós gálára. Ha már a szerintedben nem szerintem akarnak behívni. Olyan dolgokról, amikben emberek rögeszmésen hisznek, nem lehet szubjektív véleményt alkotni, mert mindig lesz egy nagyobb réteg, aki ezt olyan szinten magára veszi. Úgyhogy akkor menjünk bele all in. Kicsit beszéljünk akkor a stonerekről, beszéljünk akkor azokról, akik az R&B-t hallgatják, és akkor mindenkit egy kicsit sértsünk meg, és ebből nem lesz probléma. Mert azt tudni kell egyébként, hogy itt mi mit csinálunk ebben a műsorban. Mi nem nevelni akarunk, nem okítani, hanem neked van egy véleményed, meg nekem is van egy véleményem, és elmondjuk nektek. Ez a műsor lényege. Úgyhogy itt nem arról van szó, hogy mi most rögeszmésen hisszük, hogy a mulatos zene az a szar vagy jó, és mi nem fogadjuk el, hogyha neked tetszik a mulatos zene, és mi nem fogadjuk el, hogyha te mondjuk rappet hallgatsz, hanem arról van szó, hogy megpróbálunk egy ilyen összképet adni arról, például azoknak, akik nem nincsenek benne ebben a témában, mint egyébként én sem annyira. Tehát itt most nekem is egy kicsit egy ilyen laikus szeméből fogjuk nézni az eseményeket, és arról van szó, hogy megpróbálunk egy teljesen átlátható képet kapni, ezért is vagyunk ketten, hogy több szem többet lát, ahogyan a régi mondást tartja. A lényeg az, hogy mulatos zene.
ez a mai témánk. Nagyon trending lesz manapság. Aktuális a mulatos zene. A Dorina például, nem? Sőt, minden új kis grófú felkapott number vanok. Fura, nem egyébként, mert vannak a nagy úttörői ennek a mulatos zenének, de hogy volt egy 10-20 évvel ezelőtt az emberekben volt egy ilyen természetes viszongás ettől, hogy ilyen poén volt, mint Ukrin Benedek. Hogy létezett, és akkor nevergettük, hogy de jó, meg van most már a paplászos portnerében, abban a baszott nagy mulatos esték, ahol Pixa is feljebb, szóval azért lehet erre amúgy bulizni meg minden, de azért van egy ilyen természetes viszolgás tőle, hogy akkor mulassunk éjszaka, de reggel ne folytatódjon, tehát akkor megvan a mulatásnak a ideje és a helye. Itt a mulatos zene és itt mulatunk, de reggel nem mulatunk. Elfogyasztott alkohol mennyiség. Igen, tehát tényleg a mulatos zene benne van a műfajában, meg a nevében, az elnevezésében, hogy mulatos. Az a lényege, hogy mulatási gyerekek, mulatási. Bulizási. És hát ugye jönnek most ezek a kicsi kis kisgrofó. Az a baj, de megint egy igénytelen műfaj került fel. Igen, tehát az érre. Megint az lett a hogy van a trash, mint mi. Igen. Mi is trashek vagyunk. De és mi direkt. A szatíra. De ez nem mentesít fel minket attól, hogy trashek vagyunk. Mi direkt trashek vagyunk. Hát, ugyanaz a lényege. És képzeljétek el azt a szituációt, hogy mondjuk a mi műsorunk attól függetlenül is, hogy most itt beszéltünk intellektualitásról, beszéltünk a belső mondani valóról, de tegyük fel, hogy nincsenek ezek a dolgok a műsorunkban. Tegyük fel, hogy a szürreit is csak egy kibaszott nagy 100%-os faszkodás, ami a legtöbb esetben szokott lenni, ugye mi? És egyébként miatta, mert ő nem akar semmit mondani soha, de pofázni. Nem igaz! Haver, ez a csillárgás. Ez durva lett volna, hogyha eltörik. Hát, azt a... Most egy beszartam. Igen, hát pont a fejembe esett volna. Az a baj a mulatos zenével, hogy sose volt zeneileg egy ilyen nagyon minőségi darab. Nem egy jazz zenéről beszélünk zenei összetettségben, hanem ott van egy szintetizátor, amit már a labból kétségbe lehet vonni egy zongorához képest. És a zongorán ugyanarra a három ütemre gombra, hangra rá tudsz énekelni 6 mulatós dalt. És ugye itt egy elektronikusan beteszik az alapot és megy. Eddig nem is volt ugye elterjedve, volt ugye nyilván Dáridó, meg bizonyos körökbe ezek mentek. Utcára nyílik a kocsma ajtó, de kihallatszik belőle a szép muzsika szó, a sört ide... Nem is került olyan nagy hangsúly ezekre. Aztán jött ez a MC haver és technős korszak, amikor kitalálták, hogy tegyünk alá techno alapot. A legprimitívebb ilyen diszkós techno alapot, ami létezik. És ott még nagyobbat süllyedt ez a műfaj, egyértelműen. Vagy akkor emelkedett föl? Ez jó, nézőpont kérdése. Mert ugye kérdés az, hogy mert valamilyen szinten te is mondtad, hogy egy népi dolog van ebbe. Csak az a baj, hogy ezek a népi... A legnépi. Azok a tradicionális mulatos együttesekre gondolok, akik még oda mentek citerával, és akkor pangogtatták, hogy ezeket csúfítja meg a mulatós, hogy még primitívvé teszi. Te vagy a király, Noroszáj, Csorinda király. Pár éve ez kis grófó Noroszáj, szerintem a stílus történeti korszak határ. Ott húzzuk meg a határokat, ott legyen kerítés. Igen, ott tegyük. Kerítés, amikor észrevették azt, hogy ez az egész dolog, ez vicces. Mert miért tekintik viccesnek? Mert tényleg, hogy lehet komolyan venni, hogy Jolly beül az A8-asba egy dalba, egy művészeti alkotásba. Meg ő a király, ugye egymás nyomják végig. És ugye ez középiskolások, egyetemisták körében ez vicces volt. Mi fog történni? Primitív, trash, és ezért vicces. Elkezdték megosztani, és részegen jó volt ezen szórakozni, hogy nézd be azt énekli, hogy te vagy a király, meg beszállsz A8-asba, és hi-hi-hi, ha-ha-ha. És mivel poén lett, elkezdtek a mainstreambe bevenni, lettek nézettségek ezeknek a daloknak, és így terjedtek el. Nagyon sok fiatalnál ezek a Dorina meg minden, hát ez milyen vicces, hogy a Dorina buli, és milyen gagyi, a tipikus mulatós zene háttértáncosokkal, akik
nem aerobikoznak, de még nem is zumbáznak, nem megvan? Ja, igen. A semmi. És most már az a baj, hogy ez átdeformálódott oda, hogy ezek az emberek, akik kiröhögték régen, már kijött belőle az a korszak, akik már szeretik. Nem ugye elfogadták, hanem szeretik. Szimpatizálnak. Igen, megszerették. Sőt, és így lett a viccből Index komoly. Címlap Dorina Wizendine. Már 30 centis betűkkel írják ki. De érted, ez a Dorinás dolog is azért kapott fel, mert ha milyen dalszöveg ez, hogy hármas kaptam meg minden, érted? Meg milyen gadi a klip is. Ez miatt, mert csak már annyira eldeformálódott ezt, hogy sokan nem látják ezt, hogy viccnek indult, vagyis hát nem viccnek indult, hanem olyan minőségtelen, hogy vicces, hanem már komolyan tetszik neki. És itt láthatunk egy ízlés picamot, ezt én mondanám, ami rossz kulturális mintákat közvetít le a felnövő generációt. Attól függetlenül egy jó mulató zenére, egy tipikusan lagzikba, jóbeívva, imádok mulatni. Vagy szóval a... Na, semmi nem jutott eszembe, írtam. Lakodalomba, köszönöm. Lakodalomba, lagzi utcán. Ha valaki nekem esküvőm lesz, én biztos valamilyen hívom. Nekem biztos. Lagzi lancsit, akkor még adóznom se kell. Olyan most Dorinára, buli-bulira bulizni, mint ha most valaki beülne halálos iramba moziban és eladási rekordokat döntene meg. Ez... És már a nyolcadik rész? És az milyen szürreális lenne, hogyha a nyolcadik részt kéne már megcsinálni. Igen. És hogyha tudom, mi lenne még szürreálisabb, hogyha marketing fogásnak használnák egy ember tragédiáját, halálát. Van egy harmadik nevem? Elmondja, mi a harmadik nevem? Tudjuk. Szavaz ránk a videós gálán, Fanmade Maker. Nagy Márton, szavaz ránk a videós gálán, Fanmade Maker. Ezt a nevet adta nekem édesanyám. Meg azt is, hogy kis buzi. De ezt már pár évvel később. Szóval nekem is vannak olyan nóták, amiket szeretek. Például a vörösbort ittam az este. Igen? Magadra ismersz benne? Így van. Látod magadat benne, mint amikor Jézus vér... A YouTube trendingtől kezdve itt már volt rá példa, hogy én rádióban visszahallottam olyan sorokat, amiket rémálmaimba szoktam általában. Úgyhogy a mulatási az átfordult egy össznépi nagy mulatásiban, ami már nem csak a bulikra terjed ki, hanem a közízlést sértve igazából rombolja is valamilyen szinten. A mulatőzőjétnél annyira ezt nem érzem, mert ott az az érzésem, hogy ott igazából a profit szerzés a cél. Vársz valaki? Nem tudom, most megijedtem. Tehát nem is volt olyan hangos. Hát én is, így megijedtem. Láttad, hogy felugrottam? Ennyi, nem meleg. Mémet kiküldjük? Ő az, tudod, aki a... Ki a fasz? Nem áll, lehet, hogy a szomszéd. Igen? Hello! Én már, itt forgattok minden? Hello! Jó. Adjál a játékpisztoly. De ez igazi. Aha. Figyelj! Te meg hogy nézel ki? Mi van? Buzi vagy? Ha? Meg ki a picsa vagy? Hát én vagyok... Ne! Ki a fasz? De most mi a fasz volt? Jöttem. De miért is be a székembe? Most csináljátok a Jatubéra a videót. Én oda nem töltenék fel semmit. Értem. Meglátnak. Nem biztonságos. De ki? Ki a fasz vagy? Nem biztonságos. Lenyomoznak. Érted? De ki? Ne tegyél fel. Engem. Sehova. Én producer vagyok. Na, tudod, ami a motion? Motion. Hagyj, persze, hullámok. Tudok én angolul. Jó, ügyes. Érted? Melyik szomszéd vagy? Felső, alsó vagy az oldalsó? Dehogy szomszéd vagyok. Kit zavartunk? Dehogy szomszéd vagyok. Munkák... Már olyan fejed van, mint akit zavartam valamit. Nem ismersz? Munkák István vagyok. Üdvözlő. Munkák István. Többes számban?
Igen. Tehát, ne csinálják hülyét belőlem most. Nem akarok. Ne csinálják hülyét. Nem, Jézus Úristen. Mit történik itt? Országvilág. De az a lényeg. Na, én vagyok a Fassbender Misinek a kuzinja. Ugyan mindent értek. Én vagyok a producer. Én állok mögötte. Ó, a pityú. A pityú. Mesélt róla. A család. Hát mesélt, mondod. Kuzin. Én vagyok a kuzin. Mondod, a pityú. Mondta, hogy... Mondta. Munkás pityú. A mesélt történetek el. Erre vártam. Erre vártam. Gyere, testvén. Cseréljünk helyet, tesa. És menjek? De várjál már. Várjál már. Mi a baj? Jöttem már. Baj van. Nincs egy izé? Baj van? Tüske, vagy valami? Hát mi szoktunk hinni csak azt titokban. Misi, eltűnt. És tudom, miért durva, nem én vagyok az. Tudom, hogy ez most egy kicsit... Igen, kicsit meg is repültem, de hát ismerem már ilyen kicsi kora óta, érted? Na, eltűnt. Két hete nem válaszol az SMS-eimre. Tényleg nem? Nem. Rejtél, hova tűnhetett? Rejtél. Nem tudom, ti tudjátok hol van? Te mit tevetsz, he? Hülye gyerek. Rejtél, hogy mi történhetett a Misivel. Nem tudsz, te nem is reagálnak semmi. Nem, utoljál. Most jött valaki megint? Nem. Mi migránsok vannak a pincében? Migráns? Mi? Oda nem menj oda! Nem menj oda! Ezek veszélyesek! Ezeket tudod kitelepíted be? Személyesen a ő. A Soros! Nem! A Soros! Itt ebben a házban nem mondjuk ki a nevét. Nem. Láttad a táblát kiírva? Stop Soros! Láttam a plakátot! Ne is jöjjenek be ide ezek a migráncsok! Érted? Orbán Viktor nagy... Orbán Viktor jó tette a kerítéssel. Én ráadom a szavazatomat. Igazi államfél. Ráadom a szavazatot. De hol van Misi, a kuzinom? Hát szegény családdal ott sír. Persze, most a mulatúrzenékről volt szó. Nagyon szeretem. Dorina, micsoda tehetséges kislány. Micsoda hangja van. Ja. Nem hiszem el. Néztelek múltkor is a Jatubén. Azt olyan igénytelen műsort csináltok, itt káromkodtok, meg izé, plüssnyullal, hát ez hol vicces? De várján, azóta, az veled beszélt, amikor beszerveztük a Misit. Te voltál a produ? De arról nem lehet beszélni. Ja? Nem mondjuk el már. Nem megyek haza. Most itt maradok veletek egy darabig, mert szerintem Misi, de ti csinált, vagy nem tudom, van egy sejtésünk a családdal, hogy ti is átikáltok valamiben. Anyom, na. Szóval, na, jó, én itt vagyok, haverod mögé én leülök, azt ott figyelem, mit csináltok, jó? Mert Misi valahol ne, itt. Ne, várj, ne! Jó? Azért a facebookot te is tolod. Persze, fent vagyok valahol én is. Nem tudom kezelni amúgy. Mint a múltkor jelölt csoportokban jöttél volna velem szembe. Jó napot, Bobi vagyok. Adjál már, figyeljenek! Itt maradok. Bobi? Na, az a baj, hogy Bobi, figyelj már egy kicsit velem. Velem most itt forog a világ. Velem forog a világ. Igen, hát az zene jutott nekem, és mit az jó az zene? Érted, végre megnyugszunk, hogy nem kell Misivel foglalkoznunk, be van zárva, most egy ideig nyugodtak lehet. Jön közmunkás István. Hát munkák István, hát kinek nekem közmunkás István lesz, és... Nem tudom, lehet abba kéne hagyni ezt a részt, nem? Várjál, milyen. Kaposváron is feltámadt a szél. Hogy? 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 Hog